Felemás pedagógus sztrájk, a Krúdiban volt, aki nem dolgozott, a megye több iskolájában azonban zavartalan volt a tanítás. Kint az Erszényből a 8 hónapos vörös óriás kenguru elkezdte önálló életét a Nyíregyházi Állatparkban. Rudolf Gergely hazajött, a válogatott futballista a Spalival készül, de még nem tudja, hogy itt folytatja-e. Felemás volt a pedagógus sztrájk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Találomra hívtunk fel iskolákat, de mindenhol azt mondták, inkább dolgoznak. 20 pedagógus választotta a munkabeszüntetést viszont a nyíregyházi Kródi Gyula gimnáziumban. A tanárok és a diákok terheinek csökkentése, valamint az iskolai önállóság visszaállítása a két legfontosabb cél, amiért sztrájkoltak. A nyíregyházi Kródi Gyula gimnázium kívülről úgy néz ki, mint bármely más tanítási napon. A biciklitárolók tele vannak kerékpárokkal, az udvaron pedig éppen tornaórát tartanak. Az iskolán belül azonban már jól látszik, hogy nincs rendes tanítási nap. Diákok lézengenek a folyosókon, táskák hevernek a földön, némely tanterem pedig teljesen üresen áll. A gimnáziumban a tanárok fele sztrájkol, így a gyerekek a nap egy részét lyukas órával töltik. Körülbelül a fele a tantestületnek csatlakozott a sztrájkhoz. Mi azért tartjuk nagyon fontosnak, mert amit megfogalmazott jó pár hónappal ezelőtt a Tanítanék mozgalom, és amihez utána csatlakoztak a szakszervezetek, ezekkel a pontokkal maximálisan egyet tudunk érteni. Legalábbis azok a kollégák, akik csatlakoztak a sztrájkhoz. A nyíregyházi gimnáziumban sztrájkoló pedagógusok a legfontosabb célok között a tanárok és a diákok terheinek csökkentését emelték ki, de a pedagógusok sztrájkbizottsága által megfogalmazott 25 követelésből más pontokkal is egyetértenek. Ezek közül azt emelném ki, hogy az iskolai önállóság megteremtése, visszaállítása egy nagyon fontos dolog, mert az iskola egy egység, egy működő egység, amely úgy sikeres, hogy az iskolák rivalizálnak egymással, nem pedig úgy, hogy valami központi helyről homályos, felelősség nélküli szempontok szerint elosztják a feladatokat, vagy például a tanári munkaerőket. Ennek a központi elosztásnak már érezzük hátrányát, nem csak a pénzek visszafogásában, hanem a személyi gazdálkodás. Nem sokan csatlakoztak a pedagógusok demokratikus szakszervezetének sztrájkjához Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Vásárosnoményben az Eötvös József általános iskolát kérdeztük meg, de ott nem volt munkabeszüntetés. Ugyanúgy dolgoztak a Mátészalkai Esze Tamás gimnáziumban, de volt munka a Kisvárdai Somogyi Rezső általános iskolában és a Nyírbátori Betlen Gábor középiskolában is. Sipos Imre helyettes államtitkár hétfőn bejelentette, hogy nő a bérük az iskolában dolgozó nem pedagógusoknak. Egy 2x35 000 forint nettó béren kívüli juttatást szeretnénk biztosítani, és nyilván azt kérjük a más intézmény fenntartóktól is, hogy ugyanezt tegyék meg, és 2017. január 1-től fenntartótól függetlenül szeretnénk, ha minden pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelőoktató munkát segítő 10%-os béremelésben részesülne. Erre vonatkozóan az volt a szakszervezetünk felé a javaslatunk, hogy 7%-os béremelésben generálisan minden érintett részesülne, tehát minden nevelőoktató munkát közvetlenül segítő, és a fennmaradó 3%-os keretről pedig az intézményvezetők javaslatára a munkáltatók döntenének ennek a szétosztásáról. Tehát mind 2016-ra, mind 2017-re a nevelőoktató munkát közvetlenül segítők bérezésére hangzott el javaslat. A szakszervezet nem fogadja el ezt az ajánlatot, ők 2x50 000 forintot javasolnak, és ragaszkodnak ahhoz, hogy az óvodai dajkák is megkapják ezt az emelést. Kevesen ajánlják fel a megyében személyi jövedelemadójuk 1+1%-át, ezt tapasztalja a NAV. Tavaly az adózók mindössze 45%-a élt a lehetőséggel, pedig az egyházak és az egyesületek továbbra is várják a segítséget. Jelentős támogatás az 1%-ból befolyó összeg például a Patronus Egyesület számára. A nevem írtam. Leírtad a neved? Igen. Anikó a nevével díszítette azt a gyertyát, amelyet a Patronus Egyesület kis műhelyében készítettek. A szervezet 1995-ben jött létre, azzal a céllal, hogy segítsék a megyében élő sajátos nevelési igényű fiatalokat. Később családi kezdeményezésre létrehozták a Szent József Védőotthont, ahol az iskolából kikerülő értelmileg akadályozott és autista fiatalok ellátását, speciális fejlesztését, rehabilitációs foglalkoztatását végzik. Gyertyákat szoktam csinálni, meg viaszokat szoktam csinálni. Ügyesen vágom a kockát. Kockát vágom.
Nagyon jól érzem itt magamat. Csak hétvégén járok haza, péntekkel járok haza. Egy garázsból alakították ki ezt a gyertyaöntő műhelyt. A fiatalok keze közül egyedi alkotások kerülnek ki, akár megrendelésre is. Éppen díszítem a gyertyákat, és nagyon szeretem csinálni. És szeretsz itt lenni? Szeretek dolgozni, igen. Az itt tevékenykedő fiatalok 20 éven felüliek, munkájukért fizetést is kapnak. Az otthon és a műhely fenntartása azonban sok költséggel jár. Elsősorban a normatívából, másodszorban a térítési díjból, és hát ez tulajdonképpen ők a fizetést, annyit kapunk támogatást, amit ők fizetést megkapnak, tehát ez nagyon nehéz az alapanyagot beszerezni, az árusítás is nem egy egyszerű dolog. Az egyesület költségvetéséhez hozzájárulnak a személyi jövedelem adó 1%-os felajánlásai is. Ebből évente 400 ezer forint bevételük van. A NAV adatai szerint azonban kevesen élnek ezzel a lehetőséggel. Sajnos nagyon kevesen használják ki a személyi jövedelem adó 1+1%-ának felajánlási lehetőségét, hiszen a tavalyi évek tapasztalatai alapján 220 ezer bevallásból arányaiban körülbelül 45%-uk, aki él ezzel a lehetőséggel. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből idén is mintegy 220 ezer személy jövedelemadó bevallást vár a NAV. Eddig 53 ezeren nyújtották be saját maguk a bevallásukat, 24 ezeren az egyszerűsített bevallást választották, 11 ezeren pedig a most bevezetett bevallási nyilatkozat lehetőségével éltek. Még a bevallások fele sem érkezett be, de már is láthatóak a minden évben előforduló típushibák. Ilyen például, hogy a papíron benyújtott bevallás főlapjáról hiányzik az aláírás, vagy nincs adó szám a nyomtatványon. Beindult a vadászati szezon, április közepétől az őszbakok lövésével elkezdődött az idény. Az agancsok mérete elmarad a korábbi évek átlagától, azonban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vadásztársaságok várhatóan így is több mint 1000 őszbakot lőnek ki az évben. A bakok után pedig a túlszaporodott vaddisznó állomány ritkítása következik. Ősz fut át a szántóföldön, menekül az autónk hangja elől. Április 15-ével országszerte beindult a vadászati szezon. A vadon élő állatok a szakemberek szerint könnyen találtak, az enyhe időjárás nem hozott szép felrakódást a trófákon. Ez azt jelenti, hogy nem nőtt olyan mértékben az őzek és a szarvasok agancsa, mint ahogy a korábbi években. Ez a vadászok szerint a hidegebb időjárásnak volt köszönhető. Mint minden éven az őszbak vadászatával kezdődik a szezon. Nagy várakozással tekintettünk a szezon elé, de már most van tapasztalatunk is, tehát vadásztattunk, és bebizonyosodik, hogy nem raktak az őzek olyan agancsot, mint amit szerettünk volna. Elmarad a tavalyi átlagtól, lényegesen elmarad, és az az előtti átlagtól. Plavec János megyei fővadász arról beszélt televíziónknak, hogy tavasszal a vaddisznó okoz jelentős gondokat a gazdák művelt földterületein, ezért a túlszaporodott állomány méretének visszaszorítása is a vadászok feladata. A tavaszi vadászati szezon beköszöntével így az őszbakok mellett a vaddisznókra is lehet lőni. Elsősorban külföldiek fogják ezt kihasználni. Úgy vélem, hogy az idén is jóval 1000 fölé emelkedik az áprilisban elejtett őszbakok száma, bár a felrakás nem a legjobbnak tűnik, viszonylag kicsik az őzagancsok. A vaddisznót is vadásszák még majd emellett, hiszen az egész évben lőhető. A megyei fővadász kiemelte, az elkóborolt és falkába verődött kutyák veszélyt jelentenek a vadállományra, ezért azok bizonyos esetekben kilőhetők. A broker botrány emelte meg az ingatlan árakat Nyíregyházán. Erről beszélt a 35 perc című műsorunkban hétfőn Hucman Melinda szakértő. Azt mondta, az értékpapír csőd után a befektetőket 6 millió forintig kártalanították, akik az összegből paneleket vásároltak. A kereslet pedig megemelte az árakat. Az emberek, amikor újra a pénzükhöz jutottak, nem szívesen fektették hasonló megtakarításba. A legbiztosabb befektetés az ingatlan volt, 6 millió forint körüli ingatlanok. Tavaly Józsavárosban, Örökösföldön egy háromszobás lakására olyan 6,5-7 millió forint között volt egy alaplakás, amit még felújítani kellett. Most sehol nem tudnánk 6 millió forintért lassan garzon lakást adni Nyíregyházán, mert a tulajdonosok egyből reagáltak erre a piaci helyzetre.
A lakáshitelekről és az árakról lesz szó a 35 perc mai adásában is. Kanalas Ottilia vendége, Malakuciné Póka Mária, a Központi Statisztikai Hivatal regionális vezetője lesz. Egy közlekedési hír Nyíregyházáról: egyirányú lett a forgalom a Szódaház utcán, a Csónak utca irányából a Fürdő utca felé. Délelőtt szerelték fel a forgalomváltozást jelző táblákat, a közlekedési rendet a lakosság kérésére módosította a NyírVV Nonprofit Kft. A tó mellett kialakított új játszótér és az utcában található szórakozóhely miatt parkoló autók balesetveszélyessé tették a kétirányú közlekedést. Még egyszer, tehát egyirányú lett a Szódaház utca, a Csónak utca irányából a Fürdő utca felé. Elhagyta anyja erszényét a Nyíregyházi Állatpark vörös óriás kenguru bébie. Izgalmas képeket készítettünk az önálló élet első lépéseiről. Ezt hamarosan láthatják, de előtte nézzük a híradó további témáit. A Nyíregyháza Spartakusszal készül Rudolf Gergely. A legutóbb a videótomban szereplő 28-szoros válogatott támadó egyelőre még nem döntött el, hogy hol folytatja pályafutását. A Spari az elmúlt hétvégén idegenben 2-1-re verte a Somos esét, és a tabella élén állva várja a harmadik helyezett Cigánd szombati vendégjátékát. Két bronzérmet szereztek a Nyíregyházi Kelet Ereje Egyesület versenyzői az észtországi erőemelő Európa-bajnokságon. Kulcsár Dávid a juniorok mezőnyében, Szimcsina Mihály pedig az ifjúságiak között végzett a harmadik helyen a felhúzás fogásnemben. Végleg elhagyta anya erszényét a Nyíregyházi Állatpark vörös óriás kenguru bébie. Ez azt jelenti, hogy ettől kezdve képes az önálló életre. A vörös óriás kenguru a világ legnagyobb ma élő erszényes állata. Utódaik nagyon fejletlen állapotban születnek, a nyíregyházi kölyök is 8 hónapos korában lett önálló. Szinte mindenhova követi anyját a 8 hónapos kenguru bébi. A Nyíregyházi Állatpark vörös óriás kenguru csapata még tavaly bővült 6 fősre. A legkisebb egyed a napokban hagyta el anyja erszényét. Ausztrália ikonikus állata, a ma élő erszényesek közül ez a legnagyobb testű faj. A csaknem 240 napos legkisebb egyed vörös bunnája jelzi, hogy hím az utód. A nőstény példány minden esetben szürke színű, ezt az anyján is lehet látni. Vörös óriás kenguruk jelenleg csak a Nyíregyházi Állatparkban élnek hazánkban. Most búcsúzott el véglegesen az erszénytől Magyarország egyedüli vörös óriás kenguru bébie, hiszen ebben a korban már nem fér bele az erszénybe. Az apróság nagyon-nagyon fejletlenül látta meg a napvilágot, mindösszesen 0,75 grammos volt, nem volt, csupasz volt, vak volt, és igazából annyi ereje volt csupán, hogy az erszénybe, ahogy bement, ott egy emlőhöz tapadva elkezdett növekedni. 70 naposan bújt ki először az erszényből, akkor vettük észre, hogy lesz hamarosan egy utód, most azonban már egyre több időt töltött a külső részben. A kengurukölyök az erszényben fejlődött ki teljesen, miután ezt elhagyja, még egy éves koráig szoptatja az anyja. A nőstény egyedek mérete átlagosan 90-100 cm. Ez a hím utód azonban akár a 160 cm-es magasságot is elérheti majd, súlya pedig 90 kg is lehet. A vörös óriás kenguruk hajnalban, a délelőtt korai óráiban és késő délután egyaránt aktív állatok, állatkerti körülmények között pedig akár 25 évig is élhetnek. Munkagép vágott át egy gázvezetéket Vaja közelében. A 60 mm átmérőjű vezetéket a település határában rongálták meg. A műszaki mentésre Baktalórendházáról és Mátészalkáról érkeztek hivatásos tűzoltók a helyszínre. A 49-es út Vaja és Őr közötti szakaszát biztonsági okokból lezárták a forgalom elől. Az első információk szerint a lakosság nincs veszélyben. A Nyíregyháza Spartakusszal készül Rudolf Gergely. A legutóbb a videótomban szereplő 28-szoros válogatott támadó egyelőre még nem döntötte el, hogy hol folytatja pályafutását. A Spari az elmúlt hétvégén idegenben 2-1-re verte a Somos Sportegyesületet, és a tabella élén állva várja a harmadik helyezett Cigánd szombati vendégjátékát. Rudolf Gergely emeli a labdát Volodymyr Ovszienko kapujába a Nyíregyháza Spartakusz szerdai edzésén. A korábban Franciaországban, Olaszországban és Görögországban is szereplő válogatott támadó március végén közös megegyezéssel szerződést bontott legutóbbi klubjával a Videotonnal, és mivel ebben a szezonban már nem lépett pályára, a Spari vezetőit kérte meg arra, hogy a csapattal gyakorolhasson. Tavaly is itt készültem már
és most is nagyon szívesen fogadtak, úgyhogy nagy örömmel jöttem edzeni ide a Sparihoz. Úgyhogy ráadásul nagyon élvezem az edzéseket, Mátyus Jani nagyon jó edzéseket tart, úgyhogy külön öröm számomra. A nyíregyházi születési játékos felnőttként még nem lépett pályára a Spariban, amelyben akár már a következő szezontól szívesen látnák a szurkolók. Bízom benne, hogy egyszer majd eljön az idő, nem tudom, hogy fog alakulni most a nyár. Gondolom, hogy megvárom majd az átigazolási időszakot, mindenképpen meg kell, hogy várjam, úgyhogy meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. A Nyíregyháza Spartacus a legutóbbi fordulóban idegenben 2-1-re verte a Somos esélyt, és az 59 pontos Ceglédet 8 ponttal megelőzve vezeti az NB3 keleti csoportjának tabelláját. Szombaton a harmadik helyezett Cigánzot fogadja Mátyus János együttese. A szakvezető elmondása szerint győzelemmel akarnak tisztelegni a csapat elmúlt héten elhunyt törzsszurkolója Szálkai Pál emléke előtt. Bízom abban, hogy a tavasszal talán először egy olyan ellenféle fogunk találkozni, aki nem azt a kimondott sündisznóállást fogja választani, amit általában a csapatok ellenünk. Megnéztem őket a hétvégén hazai környezetben, jó csapatot ismerek a Cigánban, de azt gondolom, hogy hazai pályán mindenképpen az esélyesek mi vagyunk. Nyernünk kell, annál is inkább, mert Nyíregyházán volt egy legendás szurkoló, akitől mi hétvégén ugyan elbúcsúztunk tisztességgel és méltósággal, a magunk módján nyertünk ugye az első nélküle lejátszott mérkőzésen. Az igazi búcsú az egyrészt holnap lesz a temetésen, ahol az egész csapat részt fog venni. Másrészt mindenképpen szeretnénk az ő emlékéről tisztelegve egy látványos győzelmet aratni a hétvégén. A Nyíregyháza Spartacus Cigán mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Városi Stadionban. A forduló további párosítása a következő: Nyírbátor Somosese, Jászberény Tája, Tiszaújváros Putnok, Cegléd Felsőtárkány, 60 Reac, Újpest 2 Rákosmente KSK és Kazincbarcika DVTK 2. Két bronzérmet szereztek a nyíregyházi Kelet Ereje Egyesület versenyzői az észtországi erőemelő Európa-bajnokságon. Kulcsár Dávid a juniorok mezőnyében, Szimcsina Mihály pedig az ifjúságiak között végzett a harmadik helyen a felhúzás fogásnemben. A Kelet Ereje másfél évvel ezelőtt alakult azzal a céllal, hogy fizikailag és mentálisan is erősebbé tegye az egyesülethez csatlakozó fiatalokat. Az akkori hárommal szemben ma már több mint 20 sportolnak rendszeresen, és indulnak el az erőemelő versenyeken. A súlyemeléssel szemben az erőemelők három fogásnemben, guggolásban, fekvenyomásban és felhúzásban mérik összetudásukat. Az észtországi Tartuban megrendezett kontinens viadalon a 13 főt számláló magyar válogatottban hárman képviselték az egyesületet. Ez volt a második erőemelő Európa-bajnokság, amelyet segítő felszerelés nélkül rendeztek. Három versenyzőnk volt, plusz az edző, Szimcsina Mihály, a versenyző Kulcsán Dávid, Horváth Péter és Szimcsina Mihály ifjabbik. Ketten érmeket hoztak, nagyon erős mezőnyben, sőt Dávid, Kulcsán Dávid aranyesélyes is volt, sajnos nem úgy jött ki a lépés a versenyen, azonban vele mindenképpen számolni kell nemzetközi szinten, mert egy őserő és ős tehetség. A juniorok között a 93 kilós súlycsoportban induló Kulcsár Dávid összetetben a felnőtt magyar csúcsot jelentő 697,5 kg-ig jutott, ami az ötödik helyhez volt elegendő. A felhúzásban elért 290 kg szintén magyar csúcsot, egyben Európa-bajnoki bronzérmet ért. Az ifjúsági mezőnyben Szimcsina Mihály három eredményes guggolást és két sikeres fekvenyomás követően 227,5 kilót húzott fel, így a 93 kg-osok között ő is felállhatott a dobogó harmadik fokára. Nagyon örülök a bronzérmemnek, igazából úgy készültem Európa-bajnokságra, hogy legalább egy érmet elhozzak. Guggolásban sikerült országos rekordot csinálom, meg felhúzásban is, és hát én meg vagyok magammal elégedve. A jövő hét végén a Somogy megyei Tabon rendezik meg az erőemelő felnőtt országos bajnokságot, amelyen a 20 versenyzővel induló Kelet Ereje Egyesület a csapatviadalt követően szeretne felállni a dobogó valamelyik fokára. A híradó vége még egy friss sporthír. Három szettes mérkőzésen szenvedett vereséget Fucsovics Márton a barcelonai ATP 500-as torna második fordulójában. A világranglistán 212. helyen álló nyíregyházi teniszező a 24. helyezett szerb Viktor Troickitól kapott ki 6-4-1-6-6-0-ra a 2.152.000 euró összdíjazású salakpályás verseny 8-at döntőjében. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer pár mondatban.
Felemás volt a pedagógus sztrájk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Találomra hívtunk fel iskolákat, de mindenhol azt mondták, inkább dolgoznak. 20 pedagógus választotta a munkabeszüntetést viszont a nyíregyházi Kródi Gyula gimnáziumban. A tanárok és a diákok terheinek csökkentése, valamint az iskolai önállóság visszaállítása volt a legfontosabb cél, amiért sztrájkoltak. Végleg elhagyta anyja Erszényét a nyíregyházi állatpark vörös óriás kenguru bébie. Ez azt jelenti, hogy ettől kezdve képes az önálló életre. A vörös óriás kenguru a világ legnagyobb ma élő erszényes állata. Utódaik nagyon fejletlen állapotban születnek, a nyíregyházi kölyök is 8 hónapos korában lett önálló. A nyíregyháza Spartakusszal készül Rudolf Gergely, a legutóbb a Videótonban szereplő 28-szoros válogatott támadó egyelőre nem döntötte el, hogy hol folytatja pályafutását. A Spari az elmúlt hétvégén idegenben 2-1-re verte a Somosesét, és a tabella élén állva várja a harmadik helyezett Cigány szombati vendégjátékát. A Kölcsei Televízió híradóját látták április 20-án szerdán. Friss hírekkel csütörtökön este jelentkezünk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtökön napos, csendes időre számíthatunk. A hétfői hidegfront nyomában érkezett hideg levegőnek megszűnik az utánpótlása. Éjjel nyugalomba jut térségünkben. Csütörtökön napközben pedig ismét melegedés kezdődik délnyugati áramlással. Éjjel szinte felhőtlen lesz az ég. A szél éjszakára mindenütt leáll, emiatt nagyon hideg lesz az éjszaka. A fagyzugos völgyekben, homokos talaj fölött gyenge fagy is várható. Reggelre általában 2 fokig csökken a hőmérséklet. Csütörtökön napközben egész napos napsütésre, kevés gomoly felhőre, száraz időre számíthatunk. A nyugati szél csak helyenként élénkül meg napközben. Délutánra 16 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. Pénteken még több órás napsütésre és 20 fok feletti hőmérsékletre számíthatunk, majd a hétvégén jelentős változás várható az időjárásban. Szombat délutántól egyre nagyobb területen ered el az eső, az ország több pontján jelentős csapadékra van kilátás. Vasárnap az erős, időként viharos széllel érkező hideg levegő elárasztja az országot, jelentősen visszaesik a hőmérséklet. A jövő hét elején csak lassan javul az idő, a hőmérséklet alig emelkedik, sokfelé még napközben sem érje el a hőmérséklet a 15 fokot.